Kíváncsi, izgatott tekintetek a művész stúdióban. Hamarosan kezdetét veszi ugyanis egy afrikai utazás. Igaz csak képzeletben, de valósághű díszletekkel, jelmezekkel, és nem utolsó sorban afrikai hangszerekre írt ritmusokkal varázsolják el a gyerekeket a Móri Zsigmond Színház színészei. A Maszmók Afrikában című zene és gyermekelőadás próbáján Urmai Gábor rendező elmondta, nagy kihívás egy gyermekdarabot színpadra rendezni, hiszen a gyerekek a legőszintébb közönség, nem udvariasak, ha pedig unatkoznak, akkor ezt meg is mutatják. De a darab üzenetét is fontosnak tartja. Ez a darab Maszmókról, a nagy utazóról szól, ő a mesélő, a narrátor, illetve Kokoróról, egy kis krokodilról, aki más akar lenni, mint ami. És az üzenete pont ez a darabnak, hogy legyél az, aminek születtél, ne akarjál más lenni, de aminek születtél, az viszont legyél, és vállald, és járd azt az utat. Akkor futóművel ellenőrizni, szárnyakat kitárni. A történet szerint Kokoró, a kis krokodil, megszökik otthonról és nekivág a nagyvilágnak. Útközben számtalan kalandba keveredik, miközben rájön, hogy nagyon szeretne már inkább hazamenni. A hazatalálásban Maszmók segít neki, a kis Missára alakít. A székesfehérvári fiatal színésznőt már két darabban is láthatta a nyíregyházi közönség. Elmondása szerint nagyon barátságos társulat fogadta őt a Móri Zsigmond Színházban. A Maszmók előtt már két darabban próbáltam itt, úgyhogy nagyjából már ismertem a társulatot, mire ezt elkezdtük próbálni, de ebben csak négyen vagyunk, úgyhogy ez ilyen nagyon családias próba folyamat volt, zenélgettünk, meg sok mindent ki lehetett próbálni, úgyhogy azt hiszem, hogy jobban fel tudtam szabadulni ez alatt a próba folyamat alatt. A premiér április 6-án 17 órától látható a Művész Stúdió színpadán.